Jó estét kívánok! Volt okuk az örömre az IFIA Bocskai Gábor Jégkorong Akadémia játékosainak, vezetőinek és szurkolóinak, mert hogy az akadémisták, a korosztályos csapatok gyakorlatilag ahol elindultak, ott döntőbe jutottak, és hát dobogón végeztek. Kezdhetem akár a U18, U16, U14, U20, U12-es bajnokságtól, magyar, illetve osztrák ligából, hogy egészen pontosan milyen eredmények születtek, ezeket is gorcső alá vesszük a Bajnokok Városa mai vendégével, Fekti Istvánnal, az IFIA Bocskai Gábor Jégkorong Akadémia szakmai igazgatójával. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszöntelek. Hát gyakorlatilag történetének egyik legsikeresebb szezonja, de megkockáztatom, talán a legsikeresebb? Abban a tekintetben talán egy nagyon sikeres évnek mondható, igen, hogy valóban a felnőtt korosztály alatti legmagasabb korosztályban tudtunk duplázni, ugye ez a junior korosztály, és egy picit mindig fokozottan figyelünk arra a korosztályra. De azt gondolom, hogy volt már ilyen eredményes évünk, ha csak az eredmények tekintetében nézegetjük a szezont, és gyakorlatilag azért a fejlesztés területén is szerintem sikerült előrelépnünk. Ugye az, amit éppen említettél, az U20-as csapatot, a junior csapatot, ugye az osztrák bázis U20-as ligát is megnyerte, illetve az U20-as magyar bajnokságot is, és hát ez a duplázás, ez nem egyedülálló ezen csapat életében. Igen, már Tyler Dietrich vezetésével volt már erre példa egy pár évvel ezelőtt, és hát abból a csapatból is sokan kerültek fel az akkori Mólligás csapatba, úgyhogy reményeink szerint ez a munka jó sikerült a kis Dávid vezetőedző irányításával, és jó pár játékos kap majd lehetőséget az Erste Ligás csapatunkban a jövő szezonban. Ha már itt tartunk az U20-asoknál, gyakorlatilag rangidősöknél, hogyha a korosztályos lépcsőket vesszük, az ő életükben mikor kezdődött el a fehérvári jégkorong? Ez egy hány éves szisztematikus munka eredménye, ez a siker? Ez egy nagyon hosszú folyamat, és ugye a vezetésen belül is nagyon sokat gondolkodtunk és dolgoztunk a helyes szakmai irány kiválasztásán. Úgyhogy ez a korosztály gyakorlatilag 7-8 éve együtt dolgozik, természetesen, hogy vannak fehérvári játékosok benne, akik itt kezdték el a pályafutásukat 6-7-8 éves korukban, és folyamatosan érkeztek melléjük oldalágról játékosok. És az elmúlt 3 évben igyekeztünk úgy alakítani az irányvonalat, hogy a csapat egy vezetőedzővel, egy szakmai stábbal készüljön, és gyakorlatilag ez a 99-2000-es korosztály, amelyik érdekelt ebben a versenyfutásban, és kiegészítve a túlkoros játékosokkal alkottak egy nagyon jó brigádot. Ez mekkora fegyvertény, hogy egy magyar csapat két fronton is gyakorlatilag behúzza a sikert? Mind az osztrák, mind a magyar ligát. Szerintem óriási dolog, mert aki kicsit követte a csapatnak például csak az utolsó hónapját, akkor ugye a Master Round szakasz elkezdődött már január közepe felé. Ez egy új sorozat volt a bajnokságon belül, hogy minél több jobb színvonalú mérkőzést játszanak a fiatalok. És gyakorlatilag onnantól kezdve szinte heti 3 mérkőzéssel, illetve 4 mérkőzéssel készültek a fiatalok, úgyhogy az utolsó hónapban pedig 15 playoff mérkőzést játszottak le, olyan 30 nap leforgása alatt, és mindeközben utazniuk is kellett. Mi az, ami őket elsősorban motiválja? És úgy vehetjük úgy általánosságban az akadémistákat. Úgy látom, hogy az Ebel csapat mindenképpen egy hatalmas vonzerő, és ezek a srácok nagyon szeretnének ebben a csapatban játszani, illetve megmutatni a tehetségüket, és az nagyon szerencsés Fehérváron, hogy az utánpótlás jégkorong és a felnőtt Ebel között van egy Erste Ligás csapat, ami igazából egy nagyon jó platform lehet a fiatalok számára, hogy a felnőtt hokiba beleerősödjenek, és szerintem ez az, ami máshol nincsen meg egyelőre, és ez a legvonzóbb megoldás a fiatalok számára, mert így egy-két évvel ki tudják tolni a jégkorong pályafutás az utánpótláskor után, és egy megfelelő átmenet után lehetnek akár Ebel játékosok is. Mi az az arányszám, amivel te már személy szerint elégedett lennél, már mint a tekintetben, hogy hányan
válnak aztán felnőtt profi korongozóvá? A nagy könyv szerint ugye évjátonként, ha egy játékos eljut egy rendszerből a felnőtt csúcs csapatig, akkor már az edzők, viszonylag kevés, igen, akkor már az edzők kiváló munkát végeztek. Ez korosztály függő is, mert azért hullámzik az egyes évjáratok minősége és mennyisége is, úgyhogy most lehet, hogy ebből a korosztályból akár van esély arra, hogy többen is majd felnőtt játékosok lehetnek, de utána következő időszakban is azért az egy-két játékos évenként, és ugye hát itt az is nagyon meghatározó, hogy milyen szerepkörben tudnak a felnőtt ebelben játszani. Tehát igazából mi azt szeretnénk, hogyha ED Csanádhoz hasonló utat járhatnának be a fiatalok, és lenne köztük olyan, aki erre képes, tehát aki topsorban tud játszani, és játszik előnyt, és sok játékperce van, tehát ez lenne a fő célkitűzés. Mi az, ami ebben a korban, és akkor tényleg maradjunk az U20-as csapatnál, ami ebben a korban elszívó erő lehet a sportáktól, és ebben mondjuk mennyire tudnak a szülők partnerek lenni, mi a jó a gyermeknek, vagy mi a legjobb a gyermeknek, meg a klubnak, meg az egyetemes magyar jégkorongnak ezt mennyire lehet összehozni ilyenkor? A tanulást nem győzöm hangsúlyozni a szülő értekezeteken és minden játékos, illetve edző értekezleten, hogy egy másik lábat el kell kezdeni építeni a jégkorong mellé, pont az említett számok tükrében. Tehát, hogyha egy kicsit is a sorok mögött látunk és számolgatunk, akkor nagyon nagy a lemorzsolódás. Érződik ez akár a 8. osztály utáni felvételikor, amikor ugye eldől, hogy egy jó gimnáziumba kerül a fiatal sportoló, esetleg kevesebbet tud már vállalni, vagy nem olyan szinten tud edzése, mérkőzése járni. Aztán természetesen, hogy ez a 10. év után, tehát a 11. 12. osztály környékén megjelenik, amikor az érettségére való, illetve a felvételére való felkészülés folyik. És hát, ahogy említettem, nagyon sok utazással és lemondással jár ezeknek a fiataloknak az életében az, hogy ilyen szinten tudnak sportolni. A tanuláson és a sporton kívül szinte semmi más nem fér bele az ő életükbe. De én továbbra is azt mondom, hogy akiben van kitartás és akarat, az mind a két helyszínen megfelelően tud teljesíteni. Számodra egyébként mondjuk mi a sikerérték mérője? Az, hogy dupláznak, az, hogy szállítják az eredményeket itthon és az osztrák ligában, vagy az, hogy mondjuk 5 év múlva ott vannak többen az Erste Ligában, majd pedig az Ebelben. Mi a fontosabb, az eredményesség, vagy a hosszú távú racionális gondolkodás és az akkor beérő siker? Azt hiszem, hogy is, mert nem szabad csak az aranyérmek vagy ezüstérmek fényében elvesztünk, és ez nem veheti el tényleg a fókuszt arról, hogy mi is a lényeg egy utánpótlás nevelő műhelynek, és az mindenképpen a fejlesztő hatás. Tehát nagyon le kell mérnünk azt, hogy egy játékos egy szezonban mennyit tud fejlődni, honnan, hova jutott, mik lehetnek az ő célkitűzéseik. Ez egy nagyon izgalmas utazás, és tényleg itt a szülőkkel, az edzőkkel, a vezetéssel karöltve kell meghatároznunk ezeket az útvonalakat. Ugye sokszor esik arról szó, hogyha az Ebelt nézzük, hogy mekkora különbség van egy osztrák élcsapat és mondjuk a Volán költségvetése között, és hát ez nyilván valamelyest behatárolja azt, hogy mondjuk melyik az a pozíció, amit mondjuk elérhet egy csapat. Ugyanakkor viszont, hogyha például a junior ligát, az Erste Young Stars liget vesszük, akkor ott ugye mondjuk a Jesenicét vert el a Volán, az Erste Bank junior ligában pedig azért pariban volt a döntőben a Red Bull Salzburggal, amíg az egyik legnagyobb költségvetésű csapat. Akkor most hogy jön össze ez a kettő? Ennyivel jobb az utánpótlásunk, ennyivel másabb itt a rendszer, vagy ott nem fordítanak rá akkora gondot? Old fel, kérlek, Talán mindenki másra használja ezt a ligát. Ugye a szlovéneknél gyakorlatilag az Alps Hockey League-ban szereplő csapatból játszott két sor, tehát ők már felnőtt hokiban edződnek, és ők játszottak a playoff szakaszban már a Jesenice csapatában, tehát ők gyakorlatilag arra használják ezt, hogy,
hogy megfelelő mérkőzés számot és minőséget tudjanak biztosítani azon játékosok számára, akik éppen ingáznak a felnőtt és a junior hoki között. A Red Bull Salzburg igazából más kávéház, mert nekik több játékosuk van, jóval nagyobb a merítés. Tényleg anyagi infrastruktúrális lehetőségben Európa szerte szerintem nem sok ilyen műhely tud működni. Ők indulnak más bajnokságban is, a junior csapat többször turnézott Finnországban, különböző tornákon vesz részt, tavaly, tavaly előtt a tengeren túlon is turnéztak, tehát igazából nagyon nehéz megfogalmazni az ő célkitűzéseiket, igazából ennyi játékossal, és hát látszik, hogy az ő utánpótlás nevelő rendszerükből is nagyon kevés játékos jut el a felnőtt ebben a csapatig. Hát ennek ellenére ugye a Salzburgiakat is megfogta idegenben a volán a döntőben, bár igazott az ezüstéremmel meg kellett, hogy elégedjen a csapat, tehát azt gondolom, hogy ez is, az is nagyon szépen csillog. Beszéljünk a fiatalabb korosztályokról, mert hogy róluk még nem esett szó. Itt is akár ugye felvetődhet a kérdés, hogy 12-16-14 éves korban az eredményesség, vagy hát a későbbi cél a fontosabb. A 12-eseket, hogyha vesszük és alulról megyünk fölfelé, ugye ott nem számolnak eredményt a szövetségi versenykírásban, tehát mindenki számolja persze, az edzők, a szülők és játékosok, mindenkinek ez nagyon fontos, de ugye nyilvántartásban ez 0-0-ás, illetve lejátszva címszóval kerül be a Jégkorong Szövetségnek a honlapjára. Úgyhogy jövőre lesz egy kis változtatása a versenykírásban, ugyanúgy nem lesz eredmény, csak egy kicsit másképp lett az elosztás a csapatok között, hogy még több fiatal tudjon már jobb szinten és jobb ellenfelekkel küzdeni. Igazából szerintem, ahol nagyon fontos már az eredmény, az mindig a 16-18-as, 20-as korosztály, de inkább a két top csúcs korosztály, a 18 és a 20. A 12 éveseknél is tényleg még az a cél, hogy a játékot még jobban megszeressék, megértsék a lényegét, megtanulnak nagy pályán játszani, és gyakorlatilag ez az, ami nagyon fontos. A 14 már, ugye ott már van eredményszámolás, és ott már van egy komoly bajnokság, kb. 30 mérkőzést játszanak, és utána jutunk el a serlő szintre. Ugye a tavalyi évhez képest annyi változás volt, hogy a serlők is tudtak nemzetközi szinten játszani a tavalyi évben. Ugye 3 éven keresztül ment a Rookie Cup Cup sorozata az EBL szervezésében, és egy ilyen önszervező módon alakult Central Hockey Kupa néven egy kiváló sorozat alakult tavaly, de erre nem volt lehetőség a folytatásra idén, és hát gyakorlatilag ők idézőjelben csak a magyar bajnokságban tudtak szerepelni, tehát az egy nagyon jó kis lehetőség volt tavaly, aki abban részt tudott venni, nagyon sokat tudott fejlődni, de sajnos ez most így alakult idén. A növendékek létszáma az mennyire feszegeti az akadémia határait? Alapság. Határon vagyunk, azt gondolom mindenképpen, tehát ez a 330-40 körüli létszám, ez már mindenféleképpen egy olyan felkészültséget jelent mindenki számára, a mozgatásuk, a versenyezhetésük, akár az edzés lehetőség megteremtése, ami már tényleg egy ilyen határon túli vagy határközeli állapot. Hányan dolgoznak a háttérben? Szakvezetők? Nagyon sokan, azt gondolom, hogy itt a TAOS támogatásoknak köszönhetően tényleg tudtunk úgy bővülni, mind edzői stábon belül, mind operatív szinten, ami ennyi sportolónak a foglalkoztatásához elengedhetetlen, és ahhoz, hogy ez optimálisan működjön, ahhoz ennyien kellnek. Hát nagyon sok főállású edzőnk van, ugye kb. 17-18-an dolgoznak itt edzőként, és gyakorlatilag azzal, hogy minden korosztályban az IFI bajnokságig 2 csapattal indulunk, a kicsiknél még többen, ugye az U10-eseknél, 8-asoknál, utazni kell velük, edzést kell tartani, állandó mozgásra vannak válogatott edzőink is, őket is pótolni kell azokon a heteken, napokon, amikor a válogatottal készülnek, tehát tényleg egy ilyen nagyon-nagyon kifeszített állapot. Mi az, amire mostanság a legnagyobb szükség van, vagy legnagyobb szükség lenne az akadémián? Minden adott? Talán, hogyha tényleg a versenyeztetések területén még be tudnánk kapcsolni akár előbb ilyen
sorozatokat, akkor az mindenképpen lökést adhatna még egy picit. Gyakorlatilag a Magyar Jégkorong Szövetségnek van most egy szakmai erőtér programja, regionális központ leszünk, tehát ez is egy izgalmas új dolog lesz. 6 kisebb egyesülettel működünk együtt a következő szezontól kezdve, úgyhogy azt gondolom, hogy ez is egy olyan kihívás az ezzel foglalkozó edzőknek, majd vezetőknek, ami tényleg új lehetőségeket nyithat. Nyilván egy nagyon fontos szegmens ennek az egész dolognak a szülői háttér, és hát számos alkalommal tartotok ilyen családi megmozdulásokat, családi napokat, ahol azért rendszeresen nagyon sok szülő és hozzátartozó vesz részt. Ezt alapjában véve nagyon jó látni, másrészt nyilván azt is mutatja, hogy ezért a szülők teljes merszélességgel ott állnak a gyermek és a klub és a hoki mögött. Ez abszolút így van, és ez nem is működhetne ilyen keretek között, hogyha ez a támogatás a szülői oldalról nem lenne, vagy nem lenne ilyen fokú. És hát ezért is igyekszünk olyan alkalmakat teremteni, amikor a szülő a gyerekkel velünk lehet, megismerheti a felnőtt játékosokat, hogy tényleg sok szülő érkezik úgy, hogy nincsen tapasztalata jégkoronggal kapcsolatosan, először van itt, és gyakorlatilag először van ilyen közegben, tehát őket meg kell tanítanunk mindenféle olyan együttműködésre, ami aztán később azt eredményezi, hogy az egész egység ez nagyon eredményesen tudjon működni. A gyerekek, az akadémisták mekkora hányada fehérvári és környéki? És ki az, aki mondjuk, aki a legmesszebbről érkezik? Hát körülbelül olyan 10% az említett sportolói létszámnak, akik nem Fehérváron kezdtek el mondjuk jégkorongozni, és a kollégium lakói, de ezen kívül nagyon sok környékbeli városból, helyről hordják ide szinte napi szinten a gyerekeket is edzésre. Úgyhogy ez tényleg egy ilyen egész nagy terület. És ki érkezik, vagy ki az, aki a legmesszebbről érkezik? Székelyföldről van Székelyföldről. Nagyon sok fiatal emberünk, és gyakorlatilag az a legmesszebbi desztináció. Hát kanyarodjunk rá a világbajnokságra, mert hogy már nyilván annak a lázában égünk, de mielőtt a felnőttekkel foglalkoznánk, azért ne feledkezzünk meg arról a 6 fehérvári jégkorongozóról, aki Kijevben a U18-as Divízió 1-B-s világbajnokságon szerepelnek. Almási már Kovács Alex, Horváth Milán, Dezsi Bence, Ambrus Gergő és Horváth Dominik hálóőr. Hát ők egy picit most nehéz helyzetbe kerültek már. Te személy szerint milyen visszajelzéseket kaptál a 6 fiatalember szerepléséről velük? Mennyire vagy elégedett, mennyire van esélyük, vagy mire van esélyük a továbbiakban? Igazából nehéz, ahogy te is említetted, nehéz helyzetbe kerültek. Volt most az elmúlt 2 mérkőzésen 2 vereség, ugye az ukránoktól, és tegnap pedig büntetőkkel kaptunk ki a japánoktól, tehát 7 ponttal állunk 4 mérkőzés után, úgyhogy 2 csapatnak van 9-9 pontja, az ukránoknak és Ausztriának, és 8 pontja pedig a japánoknak. Úgyhogy gyakorlatilag egy mérkőzés van vissza, de nem a mi kezünkben van a továbbiak alakulása. Úgyhogy azt gondolom, hogy ugye tavaly estünk ki a Divízió 1A-ból Bledben, rendezett világbajnokságon, és nem sikerül, most úgy néz ki a feljutás. Igazából ez a 6-os szám, ez nagyon jó, és azt gondolom, hogy tényleg rászolgáltak a fiatalok arra, hogy ebben a keretben lehetnek, lőttek már gólokat is, tehát azt gondolom, hogy nem lehet velük különösebb probléma. Dominik még nem tud bemutatkozni, remélem, hogy esetleg az utolsó mérkőzésen kap majd lehetőséget. Hát április 22-től pedig Budapestre szegeződik a figyelem, de ugye nem sokkal korábban, ugye éppen Fehérvárra, hiszen ott kezdte el a magyar felnőtt férfi jégkorong válogatott a felkészülését, Ausztria ellen győztük itt a sógorokat. De lényeg, hogy Jármo Tolvanen már keretet szűkített. Számodra van meglepetés ebben a keret szűkítésben? Ugye 16 fehérvári volt a bő keretben. Igen, de az egy nagyon bő keret volt, és gyakorlatilag úgy látom, hogy csatárposzton nagyon-nagyon nehéz volt bekerülni ebbe a válogatottba. Az összes külföldön játszó játékos az a tudott érni, ugye Barta és Isti mondta le a válogatottságot ugye sérülésre hivatkozva, és nem tudta vállalni a játékot.
Úgyhogy tényleg a Sebő Balázs, aki tavaly finn döntőt játszott, haza tudott jönni a Galló, haza tudott jönni a Vaj Ádám, megérkezett. Tehát nagyon, nagyon nehéz a csatárposzt. Azt gondolom, hogy a szövetségi kapitány a segítőivel reálisan döntött, és szerintem egy nagyon erős egységet alkotó csatárszekciót tudott létrehozni. Ugye a védők tekintetében 7 védővel fog menni, 13 csatár van ugye, és meglátjuk igazából én személy szerint, mint fejvári vezető a Szabó Danit, hogy láttam volna szívesen ebben a keretben, aki idén nagyon sokat játszott, ugye a Szalermák is nagyon-nagyon sokáig ment, tehát a kettőjük közül valaki, hogyha be tudott volna férni, ugye a kis Dani még lesérült a végén, tört a lába, úgyhogy egy lövés következtében, tehát talán egy picit esetleg ez, de azt gondolom, hogy a kapitány felelőssége és dolga ez. Mi pedig nagyon szurkolunk a válogatottnak, hogy esetleg egy nagyon jó kis eredményt tudjon produkálni. Hát abban egész biztos vagyok, hogy Fehérvárról is nagy hullámban indulnak majd Budapestre a szurkolók, hogy biztassák a nemzeti csapatot. Milyennek látod az esélyeinket? Ugye a Kazahsztán, a két kieső olasz és szlovén csapat, a feljutó Lengyelország, a feljutó Nagy-Britannia, illetve Lengyelország. Rendkívül nehéz csoport, igazából benne lehet minden, és nagyon fontos lesz, hogy az első mérkőzések hangulata, illetve eredményei hogyan alakulnak majd. Ugye Kazahsztánnal kezdünk rögtön vasárnap, aztán jönnek az olaszok, a szlovének, aztán a lengyelek és a britek így sorba. Az első három mérkőzés az szerintem kritikus lesz, hogy az utolsó kettőre hogyan tudunk fordulni. Tehát mindenképpen meglepetést kell okoznunk szerintem, ha lehet, akkor esetleg már Kazahsztán ellen egy nagyon szoros jó kis mérkőzésen, és akkor utána tényleg jön egy olasz, egy szlovén válogatott, biztos nagyon erős kerettel jönnek, ugye az olimpián is játszottak, tehát ismerjük őket régen, de azt gondolom, hogy ők is próbálnak visszajutni. Kérdés, hogy a nyomást mennyire fogják egy hazai VB-n elbírni a srácok, szerintem ezzel nincsen probléma, vagy nem lesz probléma. Úgyhogy tényleg nagyon jó lenne egy szép kis eredmény hazai pályán. Igen, éppen erre akartam kitérni, erre a bizonyos nyomásra, mert hogy ugye a szaporói csoda jubileumát éljük ezen a napon, vagy a napokban. Igen. Tehát még ez a történelmi dolog is összevág, ráadásul óriási az érdeklődés, minden jegy elkelt. Szóval ez azért tud súlyt rakni a vállakra. Igen, akár lehet pozitív is. Reméljük, hogy most ez lesz. Általában ugye az álmos könyvek szerint nem nagyon sikeresek a hazai rendezésű világbajnokságok után, pótlás szinten is már többször botlottunk esetleg, de voltak nagyon sikeresek is. Hát szurkoljunk együtt tényleg, hogy ez egy nagyon sikeres világbajnokság legyen, és a srácok tényleg olyan formát mutassanak, ami elegendő lehet bármire. Hát szurkolásban, buzdításban egészen biztosan nem lesz hiány, és hát reméljük, hogy azért néhány év múlva nem csak a kis és a nagy volánban mutatkoznak be majd az akadémisták, hanem előbb a korosztályos, aztán a felnőtt válogatottban, és visszatérve ide a szűkebb pátriánkra. Még edzetek? Még megy a munka, megy Igen, a meló. Folyamatosan edzünk, úgyhogy egy ilyen átmeneti időszakkal vagyunk most. Május elején lesznek meg a korosztályváltások a következői versenykiírásoknak megfelelően, és gyakorlatilag május közepéig az edzőpályán folyik a jeges munka, és akkor utána indul a tavaszi-nyári felkészülés részeként a száraz felkészülés. Mindehhez sok sikert kívánunk nektek, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Én is köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, önöknek pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, ez volt már a Bajnokok Városa, további szép estét, viszontlátásra!